azt kell mondani, hogy a világ... Az olaszországi Pisában rendezték az év második világkupa versenyét, amelyen a párizsi paralimpiára kvalifikáló pontokat lehetett szerezni. A kartszakák B kategóriában 34-en indultak. Az erőviszonyokat kissé átrendezte, hogy négy kínai versenyző is ott volt a mezőnyben. Tarjány István az elmúlt években rendre jól szerepelt Olaszországban, ahová ezúttal is éremért utazott. Pákei Béla tanítványa végül a második helyet szerezte meg. Istvánnál ugye mindig az a kérdés, hogy van érem vagy nincs érem. De hát mindig azért menjünk, hogy legyen érem. Ő ugye kiemeltként kezdett, és volt az először a brit ellenfél, simán megverte 15-10-re, aztán jött a kínai ellenfél, akit nem ismertünk idáig, 14-10-re vezetett, amikor volt 2-3 olyan bírói döntés, ami vitatható, és utána tényleg adott egy tust a kínai, ezzel lett 14-14, ugye 15-ig vívunk, és ugye a 15. tust azt István egy lámpával megoldotta, nem is nagyon volt szerintem más választás, így volt biztos, így bekerült az elődöntőbe. Az elődöntőbe a francia Valét verte meg nagyon, ahogy szokta, és utána pedig meglepetésre a lengyel Dabrowskival került össze. Azért volt így, mert a Dabrowski megverte a másik lengyelt a másik ágon. A Castro szokott bejutni a döntőbe, de most a Dabrowskinak napja volt, és nagyon jól is vívott a döntőbe is. Mint Tarjány István elmondta, nem maradt benne hiányérzet a versenyt követően. A döntőben is elégedett voltam, attól függetlenül kikaptam. Ott is elégedett voltam, mert ott is élveztem a vívást. Tehát tudtam, hogy mit kellene csinálni, mit fog kellene csinálni. Sajnos az nem jött be, éppen pont azt a mozdulatot csinálta, ami jó volt az én vívásom ellen. Tehát ez kicsit szerencse is volt. Ettől függően nagyon jó vívó a Dabrowski, a lengyel Dabrowski. Én nekem most így sikerült ez is, de ennek is nagyon örülök. A legjobb asszom az, én úgy gondolom, hogy ez a elődöntő volt a francia ellen a Valé, mert hogy utólag ezt már visszanéztem, és láttam, hogy nekem ott derült ki, mikor a videót megnéztem, hogy 8-6-nál, mikor volt az egy perces szünet, utána nem kaptam tőle tust. Tehát ott nem is szembesültem vele, csak hát annyira önkívülte állapotban voltam már, hogy nem is vettem észre, hogy nem kaptam tőle tust, és így lett 15-6. Tarjány István mellett Csépke Bence is ott volt Pisában. Ő csoportjából 3 győzelemmel és 2 vereséggel tovább jutott, majd a főtáblán vereséget szenvedve végül a 20. helyen végzett. Elvárás úgy velem szemben nagy nem volt, ugye kevés verseny rutinom van még jelenleg, így ami benne van, azt szerettük volna kihozni. Ezt nem mondom, hogy teljesen 100%-osan sikerült is, viszont mindent megpróbáltam megtenni, és a vége egy 20. helyre sikerült a kartban. Tarjányi a második helyen áll az olimpiai kvalifikációs világranglistán. Áprilisban a franciaországi Nîmes-ben rendezik a következő világkupa versenyt.